night. How I hate the rain out in the storm. But if you really hope. Szép napot kívánok, és mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök a mai napon a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár nevében a Jégvirág című karácsonyi mesemondó versenyünkön, amiről majd azért szeretnék néhány szót szólni, hogy szerintem nem is igazán verseny, de előtte nem véletlenülnek azért mégiscsak itt mellettem jobb oldalon a zsűritagok. Szeretném nektek bemutatni a zsűri tagjait, a zsűri elnökét, dr. Kasuba János Névera nénit, az iskolai könyvtáros munkaközösség vezetőjét, Sótiné Szatmári Dórát, intézményünk igazgatónőjét, és Varga Istvánnét, Zsuzsa nénit, nyugalmazott tanítónőt, akiket már most arra kérek, hogy mosolyogjanak már egyet a gyerekekkel, és a gyerekek akkor már rögtön megnyugszanak, és nem fognak izgulni, hiszen a zsűri egyáltalán nem szigorú, mert ma igazából nem is versenyre jöttünk ma ide, hanem hallottátok-e már ezt, hogy gála, egy ilyen gála műsor, amikor már csak a legjobbak vannak. És ez ma egy ilyen program lesz ma. 15-en vagytok ma itt. Én azt gondolom, hogy a Karcagváros 3-os, 4-es korosztályából a legjobb mesemondók vannak ma itt, hiszen a iskolátokban már nagyon sok helyen ezt megelőzte egy-egy selejtező. És megelőzte már otthon anyuval, apuval, meg a tanítónénivel sok-sok óra. Reggeli cipőfűzés közben, este, amikor még van egy kis idő fürdésig, akkor még egyszer mondd el, Szóval azért nagyon sok munka van abban, hogy ti ma itt ülhettek, úgyhogy én azt kérem a felnőttektől, hogy egy nagy tapsot a jelenlévő gyerekeknek. A Jégvirág nevet adtam ennek a mai rendezvénynek. Nem tudom, hogy esetleg a 15 gyerek közül tudja-e valaki, hogy mi az, milyen a jégvirág. Szép, de hogy ennek milyen az illata, milyen a színe, azt tudja-e valamelyik őtök. Kezed nem látok. Na, Csenge, gyere ki. Vagy mondjad. Nincsen illata, mert... És hol van ez? Az ablakon. Ez igazi virág? Ez nem igazi virág. És ügyes vagy. Ez nem igazi virág, hanem igazából régebben, mikor mi gyerekek voltunk, mostanában tényleg nem láttam. Azon gondolkoztam, mikor így a konferáláshoz készültem, hogy mikor láttam én utoljára a jégvirágot. Hát nagyon régen. Igazából valamikor, amikor kint nagyon hideg volt, és bent a szobában meg együtt volt a család, és jó meleg volt, és az ablakok között egy kicsit jött föl a hideg, mert nem voltak ilyen jó szigetelő anyagok, akkor igazából a kis ujjammal tudtam rajzolni az ablakra egy halvány jégrétegbe, és csodálatos képződmények jöttek létre, és ezt hívták jégvirágnak. Úgyhogy most már majd keressétek a jégvirágot is az ablakon, hiszen ennek a mai versenynek az a címe. A verseny menetéről annyit szeretnék elmondani, hogy sorszámot húztatok, itt már nagyon sok rutinos részevő van, úgyhogy a sorszámok rendjében fogtok a színpadra lépni. Nem kell elmondanotok az iskolátok nevét, csak a saját neveteket, és akkor meg a mesétek címét, és 15-en vagytok itt a versenyben, és utána pedig meghajoltok, amikor elmondtátok a történetet, és lejöttök a színpadról. De hogy ne csak magatokért izguljatok, ezért én ma azt találtam ki, hogy lehet, hogy már más hallotta, hogy egy-két iskolában ma újdonság, hogy angyalkáznak.
nem tudom, hogy a pedagógusok közül esetleg valaki már hallotta ezt, hogy ez mit jelent iskolákban. Angyalkázni azt jelenti, hogy a gyerekek kihúzzák egymás nevét, így az adventi időszakban. Ez nem újszerű, ez már a mi időnkben is így volt. De nem készítenek ajándékot, és nem is mondják meg, hogy ki kit húzott. Csak elkezdenek a másikra jobban odafigyelni. Udvariasabbak, kinyitják előtte az ajtót, megkérdezik, hogy aludt, megkérdezik, kész van-e a házi feladata, nehéz volt-e neki a matek, vagy nem. Vagy egyáltalán mi miatt izgult ma? Sikerült-e az anyukájának valamilyen ajándékot vásárolnia? Tehát egy kicsit jobban odafigyelünk a másikra. Úgyhogy, hogy ne izguljatok annyira magatok miatt, ezért én azt gondoltam, hogy én összekevertem ennek a 15 gyereknek a nevét, és ezt kihúzzuk, és mindenkinek lesz egy angyalkája. És amikor így föláll valaki a színpadra, és azt mondja, hogy őt mondjuk Tóth Janinak hívják, akkor aki a Tóth Janit húzta, az szorítson Tóth Janinak. És akkor már ketten vagytok, nem egyedül vagytok, és a végén esetleg, ha nyer az illető, akkor az egy jó érzés lesz, hogy te voltál az az angyal, aki egy kicsit oda segítette arra, hogy ő nyerjen. Jó? Úgyhogy még ennyi lesz egy kicsit ráadás. Jó, Hédi néni is izgul valakiért, ő is angyalka lett, hiszen egyébként. A zsűri pedig azt üzeni, hogy ő mindenkiért izgul, úgyhogy kérjük is az egyes számú. Egyesnek lenni a legjobb. Elsőből nagyon jó. Ügyes legyen, szia! Lengyel Petra. Kányádi Sándor fenyőmese. Élt a Hargita oldalában egy magányos fenyő. Senki sem lakott a közelében. Az erdő, de még a legkisebb bokor is olyan messzire volt tőle, hogy még a kiáltását sem hallották volna meg, nemhogy a sóhajtásait. Ezért aztán nem is kiáltozott, nem is sóhajtozott. Még a nyári viharok, villámok, a farkasordító telep idején sem, pedig annyit sanyargatták, hogy az még embernek is sok lett volna, elfásult egészen a nagy egyedül valóságban. Egyetlen öröme volt, ha nyaranta egy-egy arra legelőször junyáj bújta meg az árnyékát a nagy melegben, vagy éppen maga a juhász heveredett alája furjázgatni, tarisznyát bontani. Olyankor még sóhajtott is egyet-egyet, inkább csak figyelmességből a szép nótájét, s hogy az árnyékot a sóhajával frissebbé tegye, hanem a nyáron olyan tért, amilyen még soha. Vidám kirándulok egy egész iskola telepedett alája, azóta nincs nyugta a fenyőnek, egyre sóhajtozik, s mindegyre leletekint a völgy felé, amelyre a kirándulóknak nyoma veszett. Hogy mit intézhetett a kis Rigó? Mit nem tudhatjuk. Jöttek az őszi ködök, esők, havas esők. A fenyő, ha lehetett, még inkább magába fásult. A szelek még a konzervdózók utolsó emlékeit is ellopkodták. Már a földre se nézett többet. Akárhogy tébdesték a viharok, aludt. Már arról se vett tudomást, hogy hatalmas havával megjött a tél. Tőle jöhetett is, mehetett is, de egyszer megrázta magát, azt hitte álmodik, pedig nem álmodott, hatalmas zsivajra, énekszóra ébredt. Egy nagy udvaron találta magát, s minden ága fel volt comázva, s minden megmaradt dobozába, mintha egy-egy csillag költözött volna. Azóta is ott áll az iskola udvarán. Bánja is ő, hogy az ünnep végalom teltével ágai lecsapdosták. Lomb helyett szárnya nőtt, zászló csattog lobog rajta, s vidám ének szó köszönti minden reggel. Beregszászi Flóra vagyok. Kleófás különleges feladata.
Közeledett a karácsony, és a Mikulás műhelyében mindenkinek égett a kez alatt a munka. Azaz, hogy mindenkinek, kivéve Kleófást. Kleófás valami tennivalót keresett. Kiküldték a műhelyből, mert egymás után összetört három biciklit. A nénszarvasok is elesegették, mert piszkos vizet lötyintett a szép tiszta jászlukra. Még Mikulásné asszony is megkérte, hogy menjen ki, miután ráült egy tepsi frissen sült gyümölcskosárkára. Kell, hogy legyen valami, amit meg tudok csinálni, mondta fennhangon Kleófás. Mi lenne, ha kimennél és hópelyeket számolnál? Javasolta Edward, a legidősebb manó. Így hát Kleófás kitrappolt a hóba, és számolni kezdett. 1, 2, 3, hoppá, ez most a negyedik, vagy az ötödik volt. Újra kezdte. 1, 2, 3, 8. Kleófás minden tőle telhetőt megtett, hogy összeszámolja az összes hópelyet, de mind hiába. Egész egyszerűen túl sok volt belőlük. Elkezdett körbe-körbe szaladgálni, és egy-egy maroknyi havat ragadott fel a kezébe. Olyan buzgón számolt Kleófás, hogy egészen addig nem vette észre a Mikulást, amíg neki nem szaladt, és vissza nem pattant a nagy kerek pocakjáról. Csak csigavél, Kleófás, nevetett Mikulás. Hát te meg mit művelsz? Kleófás feltápászkodott. Számolom a hópelyeket, válaszolta. Nagyon fontos munka. Amint meglátta a Mikulás arcán szétterülő mosolyt, Kleófásnak szörnyű gondolata támadt. Kleófás annyira elkeseredett, hogy könnyek dőltek a szemébe. Mi a baj? Kérdezte Mikulás. Semmi, motyogta Kleófás, és elfordult, hogy a Mikulás meg ne lássa a könnyeit. Szegény Kleófás nem vette észre, hogy egy hatalmas fa áll éppen a háta mögött, és egyenesen beleütközött. Á! Kiáltotta, amikor egy óriási hókupac lecsusszan az egyik faágról, és egyenesen a fejére pottyant. Kleófás nagy nehezen feltápászkodott, és körülpillantott. Hová lett a Mikulás? Ekkor észrevette, hogy valami piros holmi áll ki a hóból. A Mikulás sapkája! A Mikulást maga alá temette a lecsusszanó hótömeg, amit Kleófás indított el. Kleófás négy kézlábra ereszkedett, és sebesen ásni kezdett. A Mikulás nem sokára ismét szabad volt. Jaj, ne haragudj, lihegte Kleófás. Én tényleg egy borzasztó manó vagyok. Olyan ügyetlen vagyok, hogy mindent elrontok. Nem is hibáztatom a többi manót, hogy nem látnak szívesen a műhelyben. Egyszerűen el kéne hagynom az északi sarki műhelyt. Ezzel leült, és sírva fakadt. Ne sírj, Kleófás, vigasztalta a Mikulás van. Mikulás, karácsony van, a karácsony pedig a nevetés és a vidámság ideje, nem a könnyeké és a szomorúságé. Tehát mindenki sokkal vidámabb lenne, ha én nem lennék a közelben. Végtére is, mi haszna egy olyan manúnak, aki összetöri a játékokat, ahelyett, hogy elkészítené őket? Szavainak hallatán a Mikulás boldogan elmosolyodott. Gyere velem, segítette talpra Kleófást. Tudom, mi lenne számodra a legmegfelelőbb feladat, és ráadásul nagyon fontos is. A Mikulás visszakísérte Kleófást a műhelybe, és bevitte egy olyan szobába, ahol azelőtt még sohasem járt. Ez itt, szólt előkelően a Mikulás, a minőség ellenőrzési osztály, vagy röviden a MEO. Itt próbálják ki, hogy minden játék elég erőse ahhoz, hogy a kisfiúk és a kislányok karácsonykor játszassanak velük. Már régóta keresem az alkalmas manót, aki vezethetné, és azt hiszem, te éppen alkalmas vagy a feladatra. Miért éppen én? Kérdezte Kleófás, és felkapott egy játékmackót, majd idegen sem szöszmötölni kezdett vele. Hoppá! Jajdult fel, amikor a maci feje egyszer csak levált. Kleófás nagy meglepetésére a Mikulás boldogan elmosolyodott. Na látod, tudtam, hogy erre a munkára te vagy a legmegfelelőbb manó.
Ha a játékok nem elég erősek ahhoz, hogy te játsz velük, ahhoz sem lesznek elég erősek, hogy a gyerekek használják őket. Karácsony napján pedig csak nem vihetünk a gyerekeknek törött játékokat. És mi lesz a törött játékokkal? Kérdezte Kleófás. Vissza kell küldened a műhelybe, hogy javítsák meg őket. Így pedig minden játék, amit karácsonykor kibontanak, jó erős lesz. Ettől a naptól kezdve Kleófás keményen dolgozott, és gondoskodott róla, hogy csak is a legjobb játékok kerüljenek ki az északi sarki műhelyből. Bugán Lili vagyok. Fésűs Éva, játékország kismackója. Hallottátok-e már csilingelni télapó száncsengőjét, gyerekek? Édes, ezüstös hangján, úgy muzsikál a téli erdőkön át, hogy mosolyognak álmokban a mókusok. Szalad a csodálatos szán, tele mindenféle jóval. Télapó nagyokat pattint az ostorával, és fürgény robbannak a karcsúlábú rénszarvasok. Mekkora öröm lesz ott, ahová betérnek? Egy nyúl felugrott a behavazott rétem. Két lábra állt, s úgy fülelt a csengő szúra. Szerette volna megtudni, mit visz a télapó a puttonyában. De a szán olyan sebesen siklott, hogy szegény füles csak egy villanó csíkot látott elsuhanni. Lekonyolt füllel indult hazafelé, amikor egyszer furcsa dörmögés lett figyelmes. Nini, hát ez meg micsoda? A szánkónyomban egy kis, kövér, sárga bundás játékmackó üldögélt. Kék szarakcsokorla nyakám. Látszott rajta, hogy nemrég kerülhetett ki játékországból. Te meg honnan pottyantál ide? Kérdezősködött a nyulacska. A macka először óvatosan körülnézett, aztán halkan suttogta. Megszöktem a télapó puttonyából. És ugyan miért? Hegyezte fülét a nyúl. A mackónak legörbült a szája. Nem szeretnék a gyerekek kezébe kerülni, mondta félig síróan, félig suttogva. Nézd, milyen sejmes a bundáskám, bársonya a bélet a fülecském. Maszatos kezükkel összepiszkítanának. Rázta a fejét a nyúl. És most mit teszel? Hát, azt még nem tudom, sóhajtott a mackó. Szerintem elmegyek világgá. No, ahhoz egy kicsit hideg van. Szerintem erdőbéli rokonait szívesen befogadnának. Milyen okos nyúl vagy te? Derült fel a mackócska. Kérlek szépen, vezess el hozzájuk. A nyúl látta, hogy jó mackóval van dolga. Így hátára kapta, és elindultak a medvebarlang felé. De eddigre már az egész erdő széle tele volt kíváncsi őzekkel, nyulakkal, rókákkal. Cinega anyu is hívogatta kicsinyeit. Nini, nézd kicsikém! Nini, nézd kicsikém! Nagy zaj kísérte át az erdőn a váratlan vendéget. Lármájukra! Haragosan ébredt fel a medve. Ki képzel ilyet, hogy megzavarják az ő téli álmát? Az álmos bocsok is előbújtak, s nagyot néztek, mikor meghallották, mi történt. A mackó leugrott a nyúl hátáról, s meghajtotta magát. Elnézést a zavarásért, Dörmike vagyok játékországból. Dörmögött az öreg medve. S tudsz-e valamit? Nagyon szépen tudok dörmögni. Ohó, nem elég ám édes mézes jó napot kívánni. Egy rendes medve, maga keres meg a málnács, a mézet. Én ezt még nem próbáltam, szeppent meg Dörmike. S falra mászni tudsz-e? Hadd lám a körmeidet. Sejem térne varta, úgy, ahogy az orrocskámat. Lett erre akkora, de akkora haotázás.
Sejem köröm, sejem mor. Miféle macka az ilyen? Dörmikének nem jött ki hang a torkán. Fekete gomszem elhomályosult. Tányértalpacskái fáztak. Befagyott a dörmögője. Zajontak a vásodba csak. És elkezdték hógolyóval dobálni. A szajkó csúfondárosan kiabált. A nyuszik szétszaladtak. Szegény mackó pedig futott a hasigérő hóba. Elinnem minél messzebbre. Ott állt meg, ahol a puffanó hullabdák. Már nem érték utol. Átázott a bundácskája. Vizes lett az orrocskája. Bársony tenyerével könnyeit maszatolta. Elhalkult a madárcsippegés. Az erdőre leszállt a téli este. Törmike eltévedt. Hiába nevezték játékország legszebb kismackójának. Itt olyan nagy volt a hó, ő pedig oly picike. Sírdogálva kereste télapó szánkónyomát, amikor egyszer egy házat pillantott meg. Ablakából fény derengett. Dörmike összeszedte utolsó erejét, és föltápászkodott. Az ablaktábla kissé nyitva volt. A párkányon egy pár cipőcske állott. Ennyi, de jó lenne beletelepedni, szundítani egyet. Biztosan jó meleg is, tűnődött Dörmike. Azzal óvatosan belemászott, de akkor eltalált sóhajtani, hogy megzörrent tőle az ablaküveg. Pannika, nézd csak! Kiáltott egy hang. Matkótozott a télapó. Azzal boldog kacagás csendült, és Dörmikét cipőst elemelték be a szobába. Az ágyon egy sápadt kislány feküdt, és feléje tárta a karját. Sárga mackó, jaj, de szép! Örömömben már meg is gyógyultam. Brum, rémült meg Dörmike, mégis gyermekkézbe kerültem. Azzal bukváncát vetett, de a két kiskéz utána nyúlt, és cirógatni kezdte. Szegényke, hogy átáztál a hosszú úton, de ne félj, majd megszárítalak. Brum, brum, mondta már szelídebben a mackó, mert látta, hogy a kislány szeme örömtől ragyog, és erre úgy kihúzta magát, hogy feszült rajta a sárga bunda. Lám, mégiscsak vagyok olyan legény, mint az erdély bocsok. S dír meg át dör mögött, előre-hátra hajlongott. Pici gomszeme vidáman tükrözte vissza azt a nagy örömet, amit ő okozott. Amikor télapol száncsengője már hazafelé csilingált, a téli erdők felett, teljesen átmelegedett a szívecskéje. Pintér Gabriella. Lengyel Balázs mese a fehér csillagos sündisznóról. Benedek szakasztott olyan kis sündisznó volt, mint a testvérei, akikkel együtt élt a nagy mogyoróbokor tövében. Vagy mit is mondok, mégsem volt szakasztott olyan, mert neki egy kis fehér csillagocska nőtt a homlokán. Aggodalmas korott is apja anyja. Mi lesz ebből a gyerekből? De nem lett semmi. Benedek nőtt, növekedett, szépen, mint a többi hét. Múlt a nyár, jött az ősz, dérlepte be a földet. Miért van ilyen hideg? Kérdezte egyszer Benedek. Mert jön a tél, felelte sünpapa. Benedek lehajtotta a csillagos fejecskét, és egyszerre csak olyat kérdezett, miért még soha sündisznó csemete nem kérdezett, mióta világ a világ. Papa, miért van tél? De Benedek megtehette, neki csillagvilág volt a homlokán. Most már sünpapán volt a sor, hogy lábacskára hajtsa fejét, ami sünniknél kétségtelenül a gondolkodás jele. Hiszen egy szülőnek mindent tudnia kell. Hogy miért van tél, azt én sem tudom,
mondta elszontyolodva. De megkérdezzük. Útnak indultak hát. Elő a sünpapa, sünmama, mögöttük Benedek, sorba a hét testvérével. Elmentek a nyúlhoz. A nyúl szörnyen okos nuszi volt, fél fülét örökösen lekonyítva hordta, úgy emelkedett magában. Miért van tél? Kérdezte tőle sünpapa. A nyúlnak még a másik füle is lekonyult, úgy elgondolkozott. Ezt mondta. Bizonyára a szél hozza, várjatok, megkérdezem a szelet. És mikor jött a szél, a nyúl nekiramorodott, és futott, versenyt futott vele. De csak szomorúan tért vissza. Nem tudja a szél se, csak beszél, tücsköd, bogarat, telebukta a fülem, s rázogatta keservesen tapsfülét. Menjetek a vakondhoz, hát ha a nyírkos hideg földrejtegeti a telet. Mentek hát a vakondhoz. Meg is lelték hamarosan. Kérdezd meg a földet, mondta neki sünpapa, miért van tél? A vakond hunyorgott néhányat, aztán eltűnt a föld alatt. Nem is kellett valami sokat várakozni rá, jött vissza egy-kettő. Siket a föld, mondta a vakond, nem hallja, ha kérdezem. De ha jól meggondolom, hiába is kérdeznék, hiszen nincs is olyan hideg idelen. Nem, ő nem hozhatja a telet. A tél régóta tudom felülről jön. Menjetek a sashoz, kérdezze meg a naptól. A sas fészke pereméről félszemmel nézett le a nyüzsgő sincsaládra. Aztán meglöbbentette szárnyát, és mint egy óriás felhőjárnék, elszállt fölöttük, és szállt egyre magasabbra, mindig szemközt a nappal, fel a felhők fölé. És mikor már olyan magasan járt, hogy a ritka levegőbe szinte vérharmatosan áradt ki csőrén a lehellet, belekiabálta a tűző forró napkorongba. Miért van tél? De a szíve úgy dobolt a dobhártyáján, hogy nem értette a feleletet. Ez alatt odalent nagy hirtelen beállt a fagy. A sűncsalád beiszkolt a magyarobokor aljára, s beásta magát a puha levelek alá. Álomra hajtotta fejét sünpapa és sünmama és a hét testvér. Benedek még morgott ugyan egyet-kettőt, hiszen azért volt csillagos, de aztán ő is elámosodott és elaludt. És aludt, ki tudja meddig aludt. Arra ébredt, hogy megpercen körülte az avar. Fölemelte orrocskát, s nyomban vidámító jó szagokat érzett, erjedő tavaszi szagokat. Kinézett a vackába, s látta, hogy apró hóvirágocskák nyomkodják szét körülte az avat, onnan a perceg is. Kidugta fejét a vackából, s akkor eszébe jutott, amivel elaludt. Miért van tél? Iramorodott egyet, mert lábacskái bizony megémberedtek, s a magyaró szélénél szembe találta magát egy kis hóvirággal, az már ki is dugta az avar alól a fejecskét. Benedek megszagolgatta, s akkor ez dűnnyögte magában. Azért van tél, hogy eljöhessen a tavasz. Molnár Attila vagyok. Pozsár Edit, az ajándékba kapott gazdi. Ezt a történetet réges-régen mesélte a nagyapám, aki az ő nagyapjától hallotta egy hideg téli estén. De miket mondok, hisz ez nem is mese, hanem valóban megtörtént. Szeles este volt odakint a hófötte domboldalon. Úgy táncolt a szél a hóval, mint a nászukat ünnepelnék. Kicsik és nagyok izgatottan lestek ki a havas útra, hát ha közelednél látják a Mikulást. Az üres utcákon egyedül kóborolt egy kiskutya, aki apró lábaival hegyként szögdelt a puha hóban. Végig járta az utcákat, és a házak előtt megállva várta, hát ha valaki játszik majd vele. Hamarosan elfáradt a kicsi jószág, kis fejét a mancsára hajtotta, és nagyot sóhajtott. De jó a gyerekeknek, annyi mindent kívánhatnak, s a Mikulás teljesíti.
Sok ideje nem maradt a búslakodásra, mert az utca végén termetes kutya jelent meg. Kísérője egy kedves öregember volt, aki néha csendre intette büszke kutyáját. A kis kutyához érve megálltak, és a büszke kutya békésen üdvözölte őt. Szép esténk van, csaholta. Nekem ugyan nem, vakkantott vissza a kicsi. A nagyobbik sehogy sem értette kis barátja rossz kedvét, így tovább kérdezősködött. Mondd csak, kis barátom, mi a neved? A kicsi kibújt a bokor alól, és farkácsol válva válaszolt. Buksi a nevem, hát a tiéd? Vezér, húzta ki magát, hogy még tekintélyesebbnek látszom. Megkérdezhetem, mit keresel itt egyedül? Már hogy ne kérdezhetnél, vakkantott a buksi. Az igazság az, hogy nekem nincs gazdám, így egyedül járom az utcákat. Nos, ha barátra vágysz, rám számíthatsz, ajánlott a nagylelkűen vezér. Buksi boldogan körülugrált a új barátját, és néhány percig önfeledten mókáztak, egészen addig, amíg vezér gazdája füttyentett egyet. Gyerünk, vezér, vár a vacsora! Vezér elbúcsúzott Buksitól, és elindult hazafelé. Keresd magadnak, gazdit! Ajánlotta visszafordulva, majd eltűnt az utca végén. Buksi ismét egyedül maradt, és azon gondolkozott, hogy valahogy gazdát kellene keresnie. Elindult hát, hogy találjon magának valakit, ám hiába járta az utcákat, egy lélekkel sem találkozott. Hogy találhatnék gazdát, ha senki sincs idekint? Adta fel végül, és leheveredett egy farakás mellé. Ekkor azonban szokatlan dologra lett figyelmes. Nem messze tőle egy hatalmas szánt pillantott meg, melyről éppen akkor kászálódott le valaki. Piros kabátot viselt, jó kurapocakja volt, és fehér szakállán megcsillant a hó. A szánról súlyos zsákot emelt le, majd vállára vette. Buksi most ismerte fel, és rögtön odafutott. Jó estét, Mikulás! Ugatott vidáman. Neked is jó estét, kedves Buksi! Válaszolta mosolygva a Mikulás. Te tudod a nevem? Csodálkozott a kiskutya. A Mikulásnak mindenkit ismernie kell. Kacsintott rá, és elindult zsákkal a hátán. Mondd csak, Mikulás, te minden kívánságot teljesítesz? Az attól függ, miért, talán te is szeretnél kívánni valamit? Tudod, én is szeretem a csokoládét és a cukorkát, de ha kívánhatnék egyet, mégsem azt kérnék. Noszaba, mondd csak bátran, mire vágysz? Azzal letette zsákját és Buksira nézett. Egy gazdira vágyok, semmi másra. Jó lenne együtt ébredni és együtt aludni el valakivel, aki szeret és jókat mókázhatnék. Azt hiszem, ez könnyen teljesíthető kérés. Tudok is neked valakit, azt hiszem, kedvelni fogod. Ezzel szaporázni kezdte lépteit, hogy feladatait időben elvégezhesse. Nem kellett sokáig menniük, hamarosan megpillantottak egy lócát, melyen egy ember feküdt. Rögvest oda siettek, és megálltak a pad előtt. Mikulás halkan csendre intette a Buksit. Ne ijeszd meg, éppen alszik! A kiskutya azonban nem tudott betelni a boldogságtól, egyre hangosabban vakkantott és izgatottan csóválta a farkát. Erre már csak felébredt az ember, és csodálkozva nézett a Mikulásra. Valóban te vagy az? Az előbb éppen azt álmodtam, hogy megkerestél engem, és ajándékot hoztál. Hoztam is, mutatott Buksira a Mikulás. Te barátra vágytál, ő pedig gazdira. Buksi vidáman fészkelte be magát új gazdája ölébe, de az ember nem tudta, mit mondjam. Végül csak kibökte. De nekem sosem volt kutyám, azt sem tudom, hogy kell vele játszani. Mondjuk így, válaszolta a Mikulás, és lekapta fejéről piros sapkáját, amit aztán messzire hajított. Buksi vidáman szaladt a sapka után, és ugrándozva hozta vissza a Mikulásnak. A jó ember nagyot nevetett, majd ölbe vette kis barátját. Azóta ők ketten elválaszthatatlanok. Együtt járják az erdőt, mezőt, telente pedig kettesben várják öreg barátjukat, a Mikulást.
Gabriella. Anne Gerhardt, csillagocska. Egy kis vízcse úszkált a hatalmas tengerben. Gyere! Hívta a nap. Miért? Kérdezte a cseppecske. Mert utazni fogsz. A nap az égre emelte a cseppecskét, és útjára bocsátotta. Számtalan testvérével suhant a nagy kékségen át egy fehér felhőcsónakban. Hideg volt odafent, a cseppecskék fáztak. Mit tehettek? Összebújtak, szundikáltak, álmodtak egy keveset. Ezzelatt a felhőcsónak elúszott hetet hét ország, hetet hét tó, hetet hét völgy felett, és megérkezett a hetet hét hegyek közé egy szürke felhőállomásra. Figyelem, végállomás, mindenki szálljon ki, fütyülte Fritz a felhőcsónak szélpilótája. Az utasok felébredtek. Most vajon hova kerülök? Találgatta a cseppecske. Egy vastag faágra, virágkelyhébe, a mezőre, egy patakba, valaki orrára, torony hegyébe, háztetőre, az utca kövére, vizes dézsába, vagy talán mindannyiunk otthonába a tengerbe. Milyen szépek lettek a testvéreim, és én is, olyan vagyok akár egy csillag, örült és elmoldozott. Finoman, szép finoman megfordult, és keringeni kezdett a levegőben. Sokáig, nagyon sokáig szeretett volna így keringeni és táncolni. Csak hogy közeledett egyre jobban egy zöld erdő, meg egy piros háztetős falucska, amelynek közepén vidáman nyüzsgött a karácsonyi vásár. Kedvemre való ez a hely, itt megpihenek, gondolta. És a cseppecske, amint éppen csillag volt, leszállt Anett Sofiára. Ott csillogott, mint valami ékszer. Ide nézzetek, kiabálta Szabine, akkor Kály, meg Máti, Péter és mind a többi gyermek újongani és ugrándozni kezdett. Esik a hó, esik a hó, esik a hó. Ma Petra Dorina vagyok. A mesém címe Jeges kaland. Írta Fekete Anna Mária. Szaniszló a vadmalac egy gyökéren ült, és előre hátra hintázott. Hallottad, hogy járt Farkinca az a kis egér? Sielt, szikla esett a tappancsára, és a sas vette észre. Na ez a sas, ez nagyon tetszik nekem. Te, öregem, láttad a szárnyát? Akkora, mint egy kacsáé? Próbált segíteni Őzi. Dehogy is kacsáé? Nézett rám megvetően Szaniszló. Sokkal nagyobb, mint egy galambé? Próbálkozott újból Őzi. Nem, fújt a vaddisznó. Egyszerűen csak hatalmas, kolosszális, gigantikus. Szerintem engem is elbírna, meg téged is. Kérdezzük meg, ajánlotta Őzi. Szerencséjük volt, mert pont arra szárnyalt a sas, és vad integetésükre le is szállt. Hát persze, hogy elbillab benneteket, mosolygott elnézően a sas. Ha akarjátok, el is jöhettek velem, az északi sarkra indulok. Az biztosan túl van a szürke sziklákon, súgta Őzi tudálékosan Szaniszlónak. Megyünk, hogy ne mennénk, vágta rá elégedetten a vadmalac. A következő pillanatban már a levegőben szárnyaltak. Őzi először annyira félt, hogy még a szemét is behunyta, de a vaddisznó nagy ujjongására mégiscsak erőt vett magán, és körülnézett. Egyszer csak egy nagy víz fölé értek, amin kis jégszigetek úsztak. A partján hómező terült el, és csak heges csúcsok, hóbuckák emelkedtek a magasba. Sehol egy fa vagy bokor. A parton rengeteg, furcsa, sosem látott állat nyüzsgött. A sas pont itt készült leszállni. Elmondta, hogy fókákat látnak, de nem kell tartani tőlük, mert nagyon barátságosak. Lent Őzi óvatosan lépdelt a jéghideg tenger partján,
és álmélkodva nézte a vízben remekül úszó, de a parton esetlenül mozgó állatokat. Szaniszló hangosan szuszogva trappolt mögötte. Fogadjunk, hogy itt még mag sem terem, dünnyögte. És szénát sem lehet találni, szipogta az őzike, aki úgy érezte, estére biztosan meg fog fázni ebben a hidegben. Ahogy közelebb értek, a fókák körülvették őket, és alaposan szemügyre vették mindkettőjüket. Na hát, ilyen állat sem sok szaladgál ezen a környéken, jegyezte meg egy kövér fóka. A mi környékünkön sincs sok belőltek, vágta rá szemiszló. Én aztán sok halat megettem életemben, csúszott előrébb egy ráncos vén állat, de ilyen isten teremtményeket még sohasem láttam. Tudnak ezek egyáltalán úszni? Miért? Ti tudtok futni? Talált a hangjára az őzge. Vagy táncolni? Azt bizony nem, vallotta be egy csinos fókaasszonyság. Taníts meg minket! Így történt, hogy Őzi ott maradt táncleckét adni a fókáknak, Szaniszló meg felfedező útra indult. Csak hamar egy kis, hófehér bundás, kerekszemű állatka is csatlakozott hozzá. Jé, te pont olyan vagy, mint Brummos Mackó, csak fehérben, örült meg a vadmalac. Nem tudom azt ki, de én is Mackó vagyok, méghozzá jeges, düllesztette ki a mellét a kis állat. És mit csinálsz erre felé, te kis jeges? Nézett Szaniszló a jeges macira. Hoztam egy erősebb vésőt anyukámnak, mert éppen karácsonyfát vésnek. Mi már a karácsonyra készülünk, büszkelkedett a kis állat. Ti vésitek a karácsonyfát, hiszen az díszíteni szokás, döbbent meg Szaniszló. Márpedig mi véssük, méghozzá jégből. Ha készen lesz, úgy fog csillogni a napsütésben, hogy még a szemed is kiveri, dicsekedett a jegesmedve. Valóban, nem messze tőlük egy jég karácsonyfa állt egy védett helyen. Hatalmas volt, ragyogott, minden elképzelhető díszt fel lehetett rajta ismerni, és mindezt jégből. Egy óriási jegesmedve éppen egy csillagot faragott ki nagy körültekintéssel. Hát ez gyönyörű, lelkesedett Szaniszló, és felkapta a fehér bocsot. Még meg is forgatta örömében, de a lendülettől megbotlott, és együtt szuhantak a hóba. A kis állat sívalkodni kezdett alatta, mire az óriási jegesmedve szigorúan fölnézett. Mikor meglátta, hogy parányi gyermekét éppen egy csíkos, bizonyára rossz akaratú teremtés zsöngöli a hóba, eldobta a végsőjét, és fenyegetően megindult feléjük. Hogy merészeled bántani a bocsomat? Bömbölte Szaniszlónak. Én véletlen volt, nyekeregte Szaniszló, és talpra állította a fehér bocsot. Még le is porolta, hogy jó szándékát mutassa. Nyugi, anyu, próbált közbe avatkozni a pici állat, de az anyja nem hallgatott rá. Velem kezdjél ki, ne a kicsivel! Lépett arra támadólag a vadmalac elé, aki erre ész nélkül rohanni kezdett az egyik havas csúson tollászkodó sas felé. Segítség, vigyen haza, itt mindenki megőrült! Óbégatta, miközben egyre hátrafelé pislogott, hogy lássa, üldözik-e. Így aztán nem is vette észre, hogy odaért a sashoz, ezért jócskán neki döccent. A sas megbillent, a szárnyával még csapkodni is kellett, hogy el ne essen. Látod, ez mindenkinek neki ront, magyarázta fiának a jegesmedve, aki megunta a vadmalac kergetését. A sas kényelmesen a hátára vette Szaniszlót és Őzit, akinek nem nagyon akarózott menni, mert még csak most melegedtek bele a táncba. A vadmalacnak viszont nagyon is mehetnékje volt. Így esett, hogy Szaniszló este boldogan kucorgott a vackán, miközben jól megérdemelt maghéjt rákcsálta. Kell a kutyának kaland. Jó nekem itthon, a megszakadt nyugalomban. A nevem Kungréti, és a mesém címe Mester Györgyi, az igazi ajándék. Több karácsony telt el a születésem óta. Arra határozottan emlékszem, hogy minden évben
lopott valami meglepetés a számomra a karácsony falat. Leginkább képeskönyv, egy kisebb vagy nagyobb mackó, édesség, esetleg labda. Baba egyáltalán nem került a fa alá. Hogy miért nem kaptam babát? Annak az okát nem igazán tudtam. Csak később derült ki, hogy édesanyám sem nagyon babázott gyermekkorában. Ő a hasznosabb, komolyabb játékokat kedvelte. Ugyanakkor, bármilyen kicsi voltam is, látnom kellett, hogy a hozzánk látogató leánypajtársaim szinte mindig magukkal hozták kedvenc babájukat, és ha én mentem vendégségbe, büszkén dicsekedtek a játékaikkal, amelyek olykor nem csak a szemüket tudták nyitni és lehonni, hanem néha sírtak, gügyögtek, etetni és tisztába tenni is lehetett őket. Édesapám ügyes kezű ember volt, ezért karácsonyi ajándékaim gyakran kiegészültek házi készítésű, fából faragott játékokkal. Így lett pici sámlim, apró székem, gurítható talicskám, és 5 éves koromban egy valódi, csecsemőre méretezett bölcsőt is kaptam. A bölcsőben a soros ajándékmackó pihent, amit jobb híján a baba helyet szerelgettem. Gyermekkori emlékeimhez visszatérve, 5 éves voltam, amikor első kamaszlázadásom lezajlott azon az emlékezetes karácsonyon. Én miért nem kapok soha igazi ajándékot? Szegeztem a kérdést szüleimnek. Meghökkenve néztek rám. Hát nem örülsz az ajándékmackónak? A szép kis bölcsőnek? A gyönyörű képekkel telerajzolt mesekönyvnek? Hát mit szeretnél? Mi neked az igazi ajándék? Kérdezte édesanyám. Az igazi ajándék számomra egy hajas baba lenne. Olyan szőszke hajú, mint Zsuzsié, kék szemű, mint Évié. Lehetne etetni, és persze sírhatna, és pislokatna is, mint Kati babája. Soroltam az elvárásaimat. Édesanyám édesapámra nézett, a tekintetük találkozott, és szinte egyszerre mosolyodtak el. Édesapám törte meg a csendet. Hát, meglátjuk, kislányom, miként szerezhetnénk neked örömet a jövő karácsonyra egy igazi ajándékkal. Elmúlt a tél, aztán kitavaszodott, majd nyár lett, végül az ősz is beköszöntött. Beírattak iskolába, de azért gyerek voltam még, és ahogy közeledett a tél, és vele a karácsony, eszembe jutott, mit ígértek a szüleim. Reménykedtem, hogy nem feledkeznek meg róla, és ennyi szűk eszendő után végre én is kapok egy igazi ajándékot. Édesanyám nyár óta gyengélkedett. Egy kissé meg is hízott, de azért ugyanolyan szeretettel gondoskodott rólam, mint korábban. Csak az arcán jelent meg valami újszerű, sejtelmes titokzatosság. Karácsony előtt néhány nappal anyát be kellett vinni a kórházba, de apa megígérte, szentestére együtt lesz a család. Apa aztán azzal lepett meg, lehet, hogy mi nálunk előbb lesz szenteste, mint más családoknál. Az okát nem árulta el, de mivel úgyis olyannyira izgultam a remélt ajándék miatt, nem is bántam. Sőt, örültem neki. Azt hittem, mindez csak is az én kedvemért történik. A szentestét megelőző 4 napon mindig korán keltem, és a reggelmet a fánál kezdtem. Alaposan körbejártam, nincs-e alatta, mellette valamiféle változatosság, hiszen lehet, hogy ezen a karácsonyon mégiscsak megérkezik az én várva várt igazi ajándékom. Azon az emlékezetes nagy napon valahogy mégiscsak elaludtam.
apa ébresztett fel. Hét alvó, mondta, ki az ágyból? Talán ma elmarad a szokásos reggeli vizit a karácsonyfa körül? Papus nélkül mezítláb rohantam le a halba. Ami első pillantásra a szemembe ötlött, a már jól ismert, faragott bölcső volt. Ez nem lehet, gondoltam magamban. Ezt nem tehetik velem, hogy új mackót fektettek a tavalyi bölcsőmbe. Ekkor a beállott csendben valamiféle halk egyenletes szuszogás hatolt a fülembe. Míg a furcsonesz okát találgattam, váratlanul harsány oházás hangzott fel. Odaugrottam, és az igazi ajándék utáni hatalmas vágytól dobogó szívvel hajtottam fel a bölcső takaró vékony kendőt. Egy baba feküdt a bölcsőben. Szőszke hajú, nagy, csodálkozó kék szemekkel, és ahogy meglátott, mintha elmosolyodott volna. Boldog voltam, olyan boldog, amilyen csak az lehet, akinek nagy sokára valóra válik az álma, és karácsonyra igazi ajándékot kap egy élő hajas babát. Talán el se hiszitek, hogy megtörtént, de azért szeretném most nektek elmesélni történetemet. Egy hideg, téli napon esett meg a dolog, hideg volt bizony, olyan hideg, hogy pirosra csípte a fagy az orromhegyét. Hóembert építettem kint az udvarunkon. Tudjátok, szép nagy hólabdákat formáztam, egymásra raktam őket, aztán elcsentem a konyhából egy hatalmas répát orrnak, meg két darab kavicsot a hóember szemének. Ahogy nagy buzgón illesztem helyére a répóorrot, a hóember megszólalt. Ez nekem nem tetszik, mondtam morogva. Szó, ami szó, meglepődtem, mert hogy kihallott már olyat, hogy egy hóember jó legyen. Azért válaszoltam, miért nem? Ez egy méltóság teljes, büszke, nagy orr, illetve nagy répa. Tettem hozzá halkabban. Akkor sem tetszik, mondta a hóember. Hozz egy másikat! Mit tehettem hát? Térültem, fordultam, szereztem egy kisebbet, de az sem volt jó. A hiú hóember egyre csak zsörtölődött, kényeskedett, és egyszer csak elfogyott a répakészlet a konyhában. Mondtam a hóembernek, be kell mennem a városba, a piacra új adag répáért. Ami itthon volt, azt már mindent felpróbáltuk. A hóember morgott valamit, de nem volt más választása, mint türelmesen várni, míg megjövök. Felkerekedtem hát, és elindultam a városba. Messze laktunk kint a pusztában, így nagyon hosszú időbe telt, mire odaértem. Aztán mire megtaláltam a piacot, elerett az eső. Aztán megkitört a vihar, és úgy ömlött az áldás az égből, mintha végleg kiukadt volna az Úristen dézsája. Mire elállt, és visszaértem az udvarunkba, csak egy nagy tócsa, és benne két darab kavics maradt ott, ahol a hóember állt valamikor. Megsajnáltam szegényt, letérdeltem mellé, és megmutattam neki a zsákomban az új répákat. Látod, ha nem lettél volna ilyen hiú, megelégettél volna azokkal az orrokkal? Most nézd meg, itt vannak a szemnél szebb répák, és te nem vagy sehol. Szomorú voltam, hogy így járt a hiú hóember, de a következő télen ismét találkoztunk, és akkor boldogan fogadta az első orrot, amit a szeme alá biggyeztettem, és mindketten felnevettünk, hogy milyen buták is a hóemberek. Kis Szintia vagyok.
A mesén címe a szánkó. Kegyetlen hideg tél volt, azóta se tudok hozzáfoghatót. Fenékig befagyott a patak, a verebek megdermedve hullottak le a fákról, a háztetőkről, olyan vastag jégcsapok meredeztek, hogy kővel is alig bírtuk őket lehajgálni. Akkora hó volt, hogy alig látszottunk ki belőle, ástunk is benne, akkora barlangokat, hogy a medvék király is ellakhatott volna bennük. Persze a medvének több esze volt, mint hogy hópolotában lakott volna. Nem is fagyott el se keze, se lába, mint nekünk. Legkülön mulatság mégiscsak a szánkázás volt. Szomszédunkban lakott a bíró. A bíró csináltatott a fiainak olyan szánkót, hogy annál szebb még nem volt a világon. Még most is sokszor álmodom vele ítél idején. Kőrisárból volt a talpa, diófából a karja, az ülése, lószőrvánkos, beterítve bársonyposztóval, a lábtakaróján bolyhos szőnyeg. Be volt festve az egész szép pirosra, tán a kötele is sejemből volt. Meg volt a mesés szép szánkó, de nem volt, aki húzza. Nagy úr volt akkor bírópal is. Bíró Gyur is. Mind a kettő csak húzatni akarta magát. Engem fogta be, meg egy másik szegény gyereket, a favágó Jánoskát. Egyszer ti húzzátok, máskor mi ülünk benne, bíztattak a bíró fiai. Bántuk is mi a csúfolódást, csak hogy hozzáférhetünk a szánkóhoz. Bali Gyuri elnyújtózkodtak nagy urasan a puha ülésben. Mi ketten nyakunkba akasztottuk a cifra istrángot, s szélsérhetett a nyomunkba aztán. Meg se álltunk az ötödik fordulóig, ott itt csak lélegzetet venni. Így tartott ez egy hétig, hanem favágó Jánoska már akkora, olyan búsan lógatta a fejét, mint egy igazi ló. Meg is kérte tőle a kisebb gazdánk, a bíró Pali, hogy tán kevesli az abrakot. Szeretnék már egyszer én is beleülni a szánkóba, motyogta félősen Jánoska. Csak egyetlen egyszer, csak egyik saroktól a másikig. Bíró Gyuri nevetve csörítette meg fejünk fölött a pántikás ostorát. Más nem kívánnál, kis rongyos? Nem olyan gúnyán, hogy csinálták ezt a szánkót, mint a tied? Pali millióban rákiáltott. Örülj, hogy húzhatod! Gyíszellő gyíbogár! Összenéztünk Jánoskával, s akkorát rántottunk a szánkón, hogy mind a két gazdánk kigurult a hóra. Olyat hemperegtek, hogy öröm volt nézni, ám bátor igyekeztünk elhordani az írhát. Hanem aztán megbántuk, amit tettünk. Másnap majd meghasadt a szívünk, mikor a bíró fiai elszánkáztak a ház előtt. Most már a Szabó Gergőjék húzzák őket. Ekkor én nekem egy gondolatom támadt. Jánoska, van egy hatosod? Volt tavaly, de labdát vettem rajta. Tudod mit, Jánoska, ha neked is volna egy hatosod, nekem is, vennénk rajta szánkót. Másnapra kerítettünk pénzt. Én a Csacsadér Vargától kaptam, mert segítettem neki kivinni a csizmákat a piacra, Jánoska meg eladta a labdáját, a márványgolyóját, meg a bicskáját a Molnár Inasnak. Délután elmentünk a szenesboltba, s vettünk a pénzünkön egy szenes ládát. A ládát megraktuk félig szalmával, a fenekére szögeztünk két gyalul deszkát, kerítettünk egy ruhaszárító kötelet, s azt a láda két oldalára erősítettük. Megvolt a szánkó. Bizaz nem egészen olyan volt, mint a bíró fiajé, de épp úgy csúszott. Az udvaron próbáltuk ki, mert az utcára szégyeltünk kimenni a másik szánkó miatt. Hanem az udvar kicsi volt. Megegyeztünk, hogy kimegyünk a falu végére, ahol senki se lát. Közökön, zigzug utcákon bujkáltunk kifelé, hogy ne találkozzunk a bíró fiaival. Fújt a szél, kegyetlen, sodorta a tetőkről az arcunkba a havat, de nem törődtünk vele. Csak arra gondoltunk, hogy milyen jó is lesz szánkóba ülni.
Először Jánoska ül bele, én elhúzom a kis erdőig, ő meg engem vissza. Ja, Istenem, de jó lesz! Kiértünk a falu végére. Az utolsó ház a Kati nénié volt, az öreg koldus asszonyé. Rogyolt kis szalmás kunyhó, se udvara, se kerítése. Most csupa hó és jégcsap az egész kunyhó, csupa dér, még az ajtó kilincs is. A Kati néni kutyája, a szegény morzsa, ott nyöszörgött a küszöbön. Megállj, Ferkó, mondja Jánoska, eresszük be ezt a szegény kutyát, mert megveszi idekint az Isten hidege. Az öreg asszony bizonyosan alszik. Belöktük az ajtót, s a morzsa csaholva szaladt előre. Kati néni ott gubbasztott a vackán, elkülkült orcával, dideregve vékony kendőjében. Olyan hideg volt odabent, hogy még a tűzhely sarkait is kivirágozta a dér. Nem égett ebben a tűz lelkeim már 3 nap óta. Sem egy marék szalmám, sem egy gyújtott fám, majd megfagyok lelkeim. Sóhajtozott az öreg asszony. Jánoska rám nézett, én meg ő rá. Előhúzta a sarokból a baltát, kiment, csattogott, pattogott odakint, fölvárta a tűzre valónak a szánkót. Kisvártatva hatalmas tűz lobogott a kunyhóban. Égett a szánkónk, a mi szánkónk, amelyikbe egyszer se ültünk bele. A szánkó darabok piros lángja hosszú csíkokban táncolt a falon, amely mintha sírt volna örömében, ahogy a dél leolvadt róla. Az öreg koldus asszony orcája színesedni kezdett, s ahogy ránk vetette hálázatos tekintetét, a mi szívünkben is valami melegség támadt, s egyszerre megsajnáltuk a gazdag bíró fiait, akik érzik, hogy milyen jól esik röpülni a szánkon, de nem tudják, hogy milyen jól esik jót tenni a szegényekkel. Farkas Florence vagyok. Zeeg Zoltán téli mese. Egy reggel arra ébredt a kert, hogy a fűszálak dideregnek. Nyakunkon a dél, vacogták fázósan. Megfagyunk, mi lesz velünk? Csak egyetlen fűszál nem siránkozott. Ne keseregjetek, mondta bíztató hangon. Én elmegyek a szomszéd kertekbe, hát ott nincs dél is hideg. Aztán elviszek oda titeket is. Megörültek ennek a fűszálak, majd táncra perdültek örömükben. A bátor fűszál már túl volt a kapun is, mikor még mindig integettek neki. Szerencsés jó utat, kiáltozták fűszál nyelven, amit egyedül csak a pipiskéért a madarak közt. Oda is szállt a nagy lármára, s megkérdezte, miféle nagy esemény történt. Egyik fűszál nyelve jobban pergett a másiknál a nagy mesélésben, hogy a világ legbátrabb fűszála elment világot látni, s ha olyan helyet talál, ahol nincs dél és hideg, őket is elvezeti oda. Nagyon nevetett erre a pipiske. Talán szárnyat is csinál nektek az a nagyra látó híres testvéretek? Látjátok, a madarak sem mennek el, mint melegebb vidékre. Én is itt maradtam, pedig szárnyam is van. Nem úgy, mint nektek. Ott is hagyta őket azon nyomban, mint akikre nem érdemes szót vesztegetni. Ez alatt a hős fűszál a szomszéd kertbe élt. Nem kellett kérdezősködnie, látta, itt is vacognak a füvecskék, csak úgy, mint az ő kertjükben. Azért elmondta nélkik is, hogy mi áradban van. Menj a szomszéd kertbe, hát hol több szerencséd lesz, mondták reménykedve, mert a világjáró fűszál nekik is megígérte, ha valahol melegebb vidéket talál, őket is elvezeti oda. Ment, mendegél, de bizony minden kertben dél volt is ide.
ha addig élek, és most már addig megyek, míg melegebb vidéket nem találok, mondta magában elszántan. Túlért már a falu végén, és kijutott a földekre. Köszöntötte a mező főszálait, csillogó harmatot és aranynapsugarat kíván nekik. Ránk férne, vacogták a mező főszálai, mert látod, tér is délszív minket, és hideg vagy azt. Te tán boldogabb tájékról jössz, kedves vándor? Dehogy, dehogy, a kertből jövök, ahol épp olyan dér is hideg van, mint itt nálatok. Azért indultam vándorútra, hogy melegebb tájat keressek, ahová elvezettem volna minden fűszál testvéremet. Tetszett ez a beszéd a mező minden fűszálának. Ketten oda is léptek a vándorló fűszál mellé, s azt mondták, mi is veled megyünk. Nagy volt az öröm az egész mezőn. A három honszerzőt vállukra emelték, s háromszoros éjjel kiáltottak úgy, hogy az erdő fái is meghallották. Kíváncsiak is lettek nagyon, mi az a távoli nagy zaj, és nem sokára meg is tudták. A legmagasabb jegenyefa, az erdő őre így szólt a szomszédjához. Látod azt a három böttön fűszálat? Ide tartanak az erdőbe. Úgy is volt, nem sokára odaért a három vándor az erdő első fűszálaihoz. Csillogó harmatot s aranynapsugarat, mondták a fűszál köszöntőt. Ránk férne, vacogták a füvecskék, mert látod, dél is hideg van itt nálunk. Elszomorodott erre a három vándor. Hiába tettünk meg olyan nagyotat, sóhajtotta az egyik mezei fűszál. Mégsem találtunk melegebb vidéket. Elmesélték, honnan jöttek, mi célból vándoroltak, s hogy a kerti fűszál milyen nagy utat járt meg. Bizony, új országba akarta vezetni a fűszálakat, ahol nem fogy a harmat, s örökös a napsugár. Meghallotta ezt a jegenye is, s kiáltott a csepp fűszálaknak. Ó, milyen álmodozók vagytok! Én olyan messzire ellátok, amilyen messzire ti nem is tudnátok eljutni. Sehol sincs ilyen tájék, mindenütt hideg van. Látjátok, bányatokban a fák és bokrok is elhullatják lomdíszüket. A patak is nem sokára magára húzza jégtakaróját. Zuzmara rágja a földet, és nincs melegvés. Jobb lesz, ha hazamentek szépen, és megadjátok magatokat a közös sorsnak. Sírt a három fűszál, bizony nem így képzelték útjukat, de hát mit volt mit tenni ők? Nagy nehezen visszamentek a mezőhöz. Éppen búcsúzkodtak már, mikor előttük termett a pipiske. Miért sírtok, rítok úgy? Tudtam, hogy bolondos népség vagytok. De mert jó szíve volt, megsajnálta, s megvigasztalta őket. Nézzetek csak a magasba, hull már a fehér pihe, betakaroz majd benneteket úgy, hogy semmit sem fáztok. A két mezei fűszál vitte haza a jó hírt. Ne féljetek, hull már a meleg égi takaró, nem fázunk többé. A kerti fűszálat meg szépen csőrébe vette a pipiske, visszaszállt vele a kertbe. Jókor érkeztek, fél óra múlva vastag fehér takaró fette a földet. A füvecskék boldogan takaróztak a hópied unyhába. Már éppen búbiskolta, mikor a pipiske szép álmokat kíván nekik. Halok, Dorina vagyok. Móra Ferenc a kíváncsi hópelyhek. A nap éppen lemert, mikor az erdő felett elkezdett esni a hó. No, anyó, mondta Varjú apó a feleségének a nyárfahegyben. Azt hiszem, holnap fehér abrosznál leszük az egérpecsenék?
Nem sokára a búzamezők fölött kezdtek táncolni a hópihék. Gyertek, gyertek! Csalogatták őket a szántóföldek. Jó ám a vetésnek a jó puha hó. Azt tart meleget a búzaszemnek, hogy meg ne fagyjon a földbe. A falu már rég elcsendesedett, mire a hófelők odaértek föléje. No, ezt a falut megtréfáljuk, mondták a hópelyhek. Reggel maga se ismer magára, olyan fehérre meszeljük, még a háztetőket is. Voltak kíváncsi hópelyhek is, messze az ég alján nagy világosság látszott. Ott a város lámpái világítottak, ezek a hópelyhek a várost akarták látni. Majd meglátjátok, hogy megbecsülnek ott minket? Még székkel is megkínálnak, talán még hintóbe is ültetnek. Azzal elszálltak a város fölé, s ott lehullottak háztetőkre, utcákra, terekre. Alig várták a reggelt, hogy szétnézzenek a városba, de mire kireggeledett, a hópelyheknek beesteledett. Jöttek a hóhányó munkások, megkínálták a havat, seprűvel és lapáttal. Aztán rakásra rakták, úgy hordták ki a városból. Lekotolták a havat a háztetőkről, és elsárosodva vitték a többi után. De mire derett harangozott, locspocs lett a városi hóból, az erdők mezők hava pedig megmaradt ragyogó fehéren. Szárka orsolya vagyok. Túrmezei Erzsébet a király nyomában. Éjszaka nagy hó esett, s mikor Pista reggel kitekintett az ablakon, szeme szája elállt a gyönyörűségtől. Falu végen laktak, nem látott más, mint a ragyogó fehérséget. Sietve öltözött fel. Alig várta, hogy kiszaladhasson a hóba. Míg Pista aludt, édesapa megjárta a pusztát, felkereste az intéző úrékat. Nem is könnyű ebben a fehér világban eligazodni, mondja. Betakart minden utat a hó. Elnye, ez meg mi lehet? Valami keményet tapint a zsebében. Előveszi? Hát egy levél. Méghozzá nagyon fontos levél. Sürgősen oda kellett volna adni az intéző úrnak. De mit évő legyen? Hát nem ér rá még egyszer nekivágni a nagy útnak. De csillogó szemmel, tetrakészen, elibe áll Pista, és lelkesen ajánlkozik, hogy elviszi ő a levelet. Csak a jó édesanyának vannak aggodalmai. Ekkora hóban, amikor úgy sincsen, hát eltévedsz, megesznek a farkasok. Pistának már könnyebb lesz, pártolja kisfia kérését az édesapa. Én a nagy csizmámmal már tapostam egy kis utat, oda, vissza. Neki csak az én csizmámnak a nyomába kell lépnie. Így történt, hogy Pista jól felöltözködve útnak eredhetett ezen ragyogó téli reggelen. Bizony utat nem lehetett látni. Minden betemetett a hó. De neki könnyű dolga volt. Mindig az édesapja nyomába lépett. Ment, amerre a nyom vezette, s gyönyörködött a nagy fehérségben. Még valaki igyekezett ezen a reggelen szapora léptekkel a puszta felé. Az intéző úrég nagyfia érkezett meg. Reggeli vonatta karácsonyi vakációra. Későn írt, nem várta senki. Hazaindult hát gyalogszerrel, s utolérte a buzgón lépegető kis legényt. Hogyan lehet az, hogy te nem tévedsz el ebben a hóban, kisöcsém? Pista csillogó szemmel és büszkén felelt. Édesapám most jött a pusztára, s én mindig az ő csizmájának a nyomába lépek.
A fiatal teológus mosolyogva nézett a kiborult arcú gyerekre. Derék fiú vagy. Örülsz, hogy az édesapád nyomában járhatsz. Hát, a király nyomában örömest mennéle. És amíg lépkedtek a fehér havon, amelyre a nagy csizmák nyoma vezetett, Pista csodálatos dolgokat tudott meg arról, hogyan szólítja el a királyok királya, az Úr Jézus az embereket, hogy a tanítványai legyenek, és a nyomában járjanak. Pista úgy érezte, hogy szárnyai nőttek. Nem is ment, de repült hazafelé. Lépkedett a nagy csizmák nyomában, s egyre azon örvendezett, hogy ő, Pető Pista, a királyok királyának a nyomában járhat. Micsoda dicsőséges dolog, de nem mindig könnyű. Régi pajtása, Miska, sehogy se értette meg, hogy aki a király nyomában jár, az nem tehet minduntalan rossz fát a tűzre. El is csúfolta anyámasszony katonájának, gyászvitéznek. Pista tudta, hogy a király nyoma a jégre nem vezethet, hisz édesanyja szigorúan megtiltotta. Miska csúfolódva futott le a partról a jégre. Nyulambulam, nyulambulam! De szájára fagyott, és rémült sikoltásba szakadt a szó, mert a jég recsent, roppant, és Miskát elnyelte a folyó. Segítség, segítség! Kiáltozott Pista. Felbukkant, Miska sápadt, ilyet arca. Most oda vezet a király nyoma a jégre. Pista óvatosan rálép, elkapja Miska kezét, húzza, de a súlyos teher alatt tovább hasad a jég. Pista is elmerül a vízben. Maga sem tudja, hogyan kapja el a fűszva ágát. Hogyan kapaszkodik ki az eszméletlen Miskával a partra. Láztól piros arccal hánykolódik az ágyon. Nem látja, hogy édesanyja sírva tördeli ágya mellett a kezét. Sokkal szebbet lát. Megy a fehér havon, s előtte ott megy valaki. Ruhája fehér, fején korona. Mennek egy sugárzó szép város felé. De a messzeségből segélykiáltás hangzik. Pista, Pista! Miska hangja. A király megáll, és Pistára mosolyog. Menj, hívd ide Miskát is! Eltűnik az aranyváros. Miért sírsz, édesanyám? Hetek óta az első szó. Elmúlt a veszély. Pista meg fog gyógyulni. Már ragyogó arccal betűzgeti a másik beteg, Miska, ákon-bákon betűkkel írt levelét. Bocsáss meg, hogy kicsúfoltalak. Most már én is ott szeretnék menni a király nyomában. Köszönöm, hogy megmentetted az életemet. Kovács Ágot a csengének hívnak. Homoki nagy Katalin, hópehely. A távoli nagy hegyek felől útra készülődött a hócsalád. Napok óta pipált a hegy, gomolyodtak a felhők, süvített a szél. Indulhatunk, dördült hóförgeteg apuka. Hóvihar anyuka már útra készen állt, hosszú, fehér, uszályos ruhájában, fehér dértollas kalapjával. Sok ezer hópehely gyerekük volt, ők most mind felültek vastagon anyuka uszájára, jól megkapaszkodtak, s a jeges északi szél sivítására már indultak is. Vágtattak, forogtak, kavarogtak erdők, mezők fölött.
Siettek, hiszen tudták, hogy nagyon várja már őket valahol jégcsap nagyapó, a telek öreg apja. Szerették nagyapót, földig érő szakállával, tavaszonként szipogó orrával. Minden télen találkoztak. Ahogy közeledtek jégcsap nagyapó falujához, lassított a szél, nem akart, hogy ajtóstor rohanjanak a házba. A gyerekek mind leugráltak a köpenyről, saját átlátszó csillogó szárnyukon kezdtek röpködni. Úgy kavarogtak a levegőben, mint ezer meg ezer kis tündér. Nevettek, énekeltek. A hópehely gyerekek közül egy különösen kitűnt szépségével. Hófehér ruhája, csupa csipke, szeme szikrázó, keze hideg, de a lelke meleg volt, és ábrándozó. Hópia gyakran félrehúzódott testvéreitől, míg a többiek a befagyott tavon csúszkáltak, építettek, vagy lavinásat játszottak. Ő meleg szobáról álmodozott, pattogó kályháról, s a barázsban ugráló tűzmanukról. Mit meg nem adott volna érte, ha csak egyszer is megláthatná a tűzmanók táncát? Anyukája meg is szitta ezért. Hó, kislányom, jó kislányom, verd ki ezt a fejedből, egyszer még vesztedet okozzák. De hópja nem hallgatott rá, s most, hogy elérték a falut, elbújt egy arra repülő veréb mögé, és követte őt az első házig. A verébbel együtt leereszkedett a háztetőre. Egyet sóhajtott, s már fel is libbent a kémény peremére. Belenézett. Nagy sötétet látott, hátborzongatót, hideg kis arcát megcsapta a kiszálló meleg füst. Fülelni kezdett. Hallotta, hogy valahol mélyen lent tűz pattog, víz duruzsol. Megvan! Kiáltotta fel. Akkor itt kell lenniük valahol a tűzmanóknak is. Szíve nagyobb dobbant, becsukta a szemét, s beleugrott a kéménybe. Később kinyitotta, de akkor sem látott semmit. Csak meleg, folytós sötétséget. Zuhant lefelé, egyszer csak világosodni kezdett, ekkor már a kályhacsőben járt. Még egy pillanat, s eléje tárult a tűzvilág teljes szépségében. A kandalló tűzfészkében vörösen izzó fákok heverésztek, nyújtózkodtak, rugdalóztak. De ő csak állt, földbe gyökerezett lábbal, mert a tűzben mit látott? Bizony tűzmanókat. Piros, sárga, kék ruhájuk, hegyes kis sapkájuk volt, sebesen ugráltak egyik ágról a másikra. Igen jó kedvük volt, vékony hangon sikítoztak, kacagtak játék közben. A legügyesebb tűzmanó magasra felugrott egy hegyes szikra hátán, s ekkor hirtelen meglátta Hópihét. Tátva maradt a szája a csodálkozástól. Ilyen szépet még nem, soha életében nem látott. Bámulta a pici kislányt. Hópihe ott állt, csillogó fehér ruhájában, hajában 100 gyémánttal. Szemében a kékteli ég, szívében zúzmarás tájak, kezében egy száj jégvirág. Bátran belenézett a piros ruhás kormos hajú, tőzzel pattant kis legény huncut szemébe. Hópia csak állt, majd elolvadt a szerelemtől. A kis tűzmanó nem bírta tovább, égett a vágytól. Oda pattant Hópia mellé, s forrón megszorította Hópia hűvös kezét. Szabad egy tánca? Kérdezte. Igen, sóhajtott a Hópihe, s már pördültek is a tűzben egymást átölelve. De mi történt? A tűzmanók döbbenten látták, hogy Hópihe könnyei megerednek. Ruhája olvadni kezd. Hiába öleli szorosan szerelme, Hópihe egyre vékonyabb lesz. Sóhajtása csendesebb. Végül kis pára felhőjelzi csak lépteit. Ekkor a tűzvonók mind lehajtották fejüket, és az izzó ágak sírni kezdtek. Azóta a hűvös estéken tüzet rak valaki, amint a fák lángra kapnak,
A tűzanók elkezdik járni furcsa táncukat, s ha nagyon figyelsz, és sokáig nézel a tűzbe, megláthatod, hogy az egyik fekete hajú tűzvanó egy-egy szikra hátán magasra felugrik, keres valakit, s néha meghallhatod, hogy a tűzben felsír egy-egy nedves faág, hópihét siratva. Horváth Viola. Csillagocska, egy kis vízcsepp puszkált a hatalmas tengerben. Gyere, hívta a nap. Miért? Kérdezte a cseppecske. Mert utazni fogsz. A nap az égbe emelte a cseppecskét, és útjára bocsájtotta. Számtalan testvérével suhant a nagy kékségen át egy fehér felhőcsónakban. Hideg volt odafent, a cseppecskék fáztak. Mit tehettek? Összebújtak, szundikáltak, álmodtak egy keveset. Ez alatt a felhőcsónak elúszott hetetét ország, hetetét tó, hetetét völgy felett, és megérkezett a hetetét hegyek közé, egy szürke felhőállomásra. Figyelem, végállomás, mindenki szálljon ki, fütyült a friss a felhőcsónak szélpilótája. Az utasok felébredtek. Most vajon hova kerülünk? Találgatta a cseppecske. Talán egy vastag faágra, vagy egy virág kelhébe, egy patakba, egy mezőre, egy fűszára, toronyhegyébe, háztetőre, valaki orrára, egy vizes dézsába, az utca kövére, vagy talán újra a tengerbe, mindannyiunk otthonába. Milyen szépek lettek a testvéreim, és én is. Fehér vagyok, és olyan akár egy csillag. Örült és ámuldozott. Finoman, szép, finoman megfordult, felemelkedett, és keringeni kezdett a levegőben. Sokáig, nagyon sokáig szeretett volna így lengerezni, táncolni. Csak hogy közeledett, egyre jobban közeledett egy zöld erdő, meg egy piros háztetős falucska, amelynek közepén vidáman tarkán nyüzsgött a karácsonyi vásár. Kedvemre való ez a hely, itt megpihenek, gondolta. És a cseppecske, amint éppen csillag volt, leszállt a Netszofjára. Ott csillogott, mint valami ékszer. Ide nézzetek, kiabálta Szabina. Akkor Kati meg Martina, Péter és mind a többi gyermek a közelben ugrándozni és ujjongani kezdett. Esik a hó, esik a hó, esik a hó! Hát mindannyian egyetérthetünk abban, hogy ajándékot kapni jó. Mert mi most itt ajándékot kaptunk tőletek, amit nagyon szépen köszönünk, és bármi lesz is a zsűri döntése, én nagyon jó érzéssel hallgattam ezeket a történeteket. Megadtátok a verseny rangját azzal is, hogy nagyon szépen felöltöztetek, tehát öröm volt hallgatni és látni is benneteket. És akkor fölkérem dr. Kasuba Jánosnét, a zsűri elnökét, hogy értékelje ezt a mai kis gálát. Hogy lássam a arcokat és meglássam, amit felírtam, megbeszéltük a zsűrivel ezt a nagyon-nagyon szép versenyt, és megmondom őszintén, hogy egy kicsit sokáig tartott a értékelés. Azért tartott sokáig, mert nagyon színvonalas volt ez a verseny. Nagyon sok szép kislányt látunk, gyönyörű 14 kislányt és egy kisfiút, és megfogtatok bennünket, a szívünket megmelegítettétek. Nekem egy gyönyörű szép vers jutott eszembe, amelyet Juhász Gyula írt. Olyan volt, mintha Tündérországba jártunk volna. Hogy szép Tündérország támad föl szívemben, ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, s megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, ilyenkor decemberben. Mert minden decemberben megrendezi a Városi Csokonai Könyvtár és a Dériné Központ, Molnár Kati, Szabó Péternének a szervezésében ezt a gyönyörű versenyt. És mindig elvarázsoltok bennünket, mert ugye ez az advent, ez egy olyan különleges időszak, amikor egyébként is mindenkinek a szíve egy kicsit gyorsabban dobog, jobban fordulunk a osztálytársak, a tanítónénik felé, a családtagok felé,
több szeretetet próbálunk adni, hiszen az advent erről szól. Nem beszélek most már erről, hanem a versenyről. Arról szeretnék beszélni, hogy gratulálok minden versenyzőnek a zsűri nevében. Úgy a igazgató helyettes néni, mint a tanító néni, Zsuzsa néni, nagyon-nagyon megdicsért benneteket, és én is, mert olyan biztos szövegtudással álltatok ki ide versenyezni, gyönyörűen, ahogy Kati néni mondta, elegánsan felöltözve, hiszen a megjelenés is nagyon fontos. Nagyon megjegyeztük azt, hogy milyen bátrak vagytok, milyen szépen kiálltatok, nem izgultatok egyáltalán. És ez azt mutatja, hogy nagyon jól felkészültetek, és ebben óriási munka van. Mert hogy ilyen hosszú mesét megtanulni nem kis dolog, és akkor még előadni, átélni ezeket a meséket, úgy érezni, ahogy az író akarta elmondani, nem kis dolog. És hát ezt köszönjük a felkészítő tanítónéniknek, köszönjük a kedves szülőknek, és megköszönjük a nagyszülőknek is, mert látok itt azért nagyszülőket is. Tehát elvarázsoltatok bennünket. Többen mondtatok állatmesét, hiszen még korosztályban, ugye harmadik, negyedikesek vagytok, ugye kicsit közelebb állnak hozzátok ezek az állatmesék, hiszen vannak nagyon szép magyar népmesék, és komolyabb mesék is, ugye, már ugye a térről, a karácsonyról, a jégvilágról, ahogy Kati néni ezt a különleges címet adta nekünk. Viszont voltak igazi komoly mesék, például hát ugye a Túrmezei Erzsébetnek a meséje, amely hát ugye megkönnyeztetett bennünket, mert olyan nagyon-nagyon komoly mondani valója van. Azon kívül voltak Móra Ferenc mesék, szintén ugye klasszikusak, tehát nem a mai íróknak a stílusában íródott. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a sok gyermeknek azt a szép tiszta beszédét, egy-két olyan gyerek volt, aki néha sietett, hát ez ugye hozzátartozik ahhoz, hogy izgultatok. Meg kell jegyeznünk azt is, hogy nagyon hosszú meséket választottatok, mondjuk ez azért sokszor nektek is azért elég megterhelő volt, meg ugye időben is elhúzódott a verseny. Legközelebb nem muszáj mindig ilyen hosszú mesét választani. Volt két alkalom, amikor meg nagyon rövid is volt a mese, tehát úgy meg kell találni azt a középpontot. Az értékelésben 1-től 10 pontot adtunk, volt olyan tanuló vagy versenyző, aki hát elérte a maximum 30 pontot, de sokan voltak, akik 29 és fél pontot kaptak. És a többiek is elég szép ponttal végeztek. Hát először is ugye, amit értékeltünk az elmondottakon kívül, az átélést, hogy az érzelmeket hogyan adtátok vissza, hogy tudtátok visszatükrözni azt, amit az író megírt. A szünetek szerepe, hogy hogyan tartottátok be a szüneteket, a hangsúlyos gondolatokat hogyan emeltétek ki. Minden gyereket megdicsérünk azért, hogy nagyon kedves, mosolygós arckifejezéssel meséltetek, hiszen ez így is kell. Tehát a szöveghűség, az átélés, a meseválasztás például nagyon fontos volt. Volt egy kislány, aki az igazi ajándékmesét mondta el, hát nagyon-nagyon illett hozzá az a mese, és nagyon megfogott bennünket. A szép hang, az arcjáték, a tempó, a tehetség, az egyéni megoldások voltak. Voltak, akik talán egy kicsikét túl gesztikuláltak ugye a mesemondás közben. Ügyesek ők is, de majd legközelebb akkor azt egy kicsikét arra oda kell figyelni. Hát nagyon megfogott bennünket ugye a legtöbb mesemondónak, hogy azért úgy fejeztétek be, hogy a csattanót kihangsúlyoztátok. Volt, aki egy kicsit már elfáradt, és akkor már úgy elhalkult a végén. Tehát ugye majd arra is figyeljetek. És nem kell például, amikor fölálltok ide a színpadra, jó, tudom, nekem könnyű, így én is zavarba vagyok, de nektek is azért nem könnyű, hogy bemutatkozni, ugye, szünetet tartani szépen hangosan,
a meseszerzőnek, vagy ha majd verset fogtok mondani, a költőnek a nevét, szépen kihangsúlyozva a vezeték nevét, utána ugye a keresztnevét már lehet egy kicsikét lágyabban, és természetesen az előadott mű címét, amit nagyon-nagyon ugye szépen ki kell mondani, mert hiszen ugye az a lényeg, hogy mit fogtok előadni. Hát én nem is beszélek tovább, mert elment nagyon az idő. Még egyszer gratulálunk minden versenyzőnek, minden felkészítő tanárnak, szülőnek gratulálunk. Ja, el ne felejtsen még azt, és ebbe is egyetértettünk a zsűrivel, hogy ezek a gyerekek, akik itt szerepeltek, én fölírtam magamnak, hogy bárhol, bármilyen fórumon szerepelhetnek. Olyan színvonalon mondtátok el a meséket legtöbben, akár a tévébe, vagy a rádióba, nagyon kevés gyerekmesét hallunk, akik gyerekek mesélnek. Vagy ha éppen egy másik iskolában van egy ilyen verseny, a Budapest legjobb iskoláiba is megfeleltek ezzel a felkészültséggel, és ezzel a tudással, és ezzel a tehetséggel. És akkor most mindenki egy emléket fog kapni, amely az emléklap, és még Dóra nénitől egy ajándékot.